Barátok, kollégák, üzletfelek köszöntötték a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő TAR Kft-t. A céget idősebb TAR János alapította akkor, amikor még a kábeltelevíziózás is csak gyerekcipőben járt Magyarországon. Mára a cég meghatározó eleme a magyar távközlési piacnak. 3 évtized, 8 megye, 350 település és 110 000 ügyfél, 320 alkalmazott, akik közül 12-en az alapítás óta munkatársai a cégnek. Így jellemezhető röviden csak számokban a TAR Kft. 3 évtizede. De a számok mögött nagyon sok minden húzódik. Közösen megélt sikerek és emberi tragédiák, de a fejlődés is. Akik kitartottak, azt mondják, ez egy nagy család. Ha visszatekintek, akkor olyan, mintha egy pillanat alatt eltelt volna. És ez a 30 év, ez két ember nélkül nem lehetne, vagyis nem beszélhetnék róluk, akik már sajnos nem lehetnek köztünk. TAR Jánosról és Tarné Klárinkáról szeretnék picit megemlékezni és köszönetet mondani nekik, hogy itt dolgozhattam én és a többi ember is. Ők voltak azok, akik letették ennek a családi vállalkozásnak az alapjait, és erre az alapra építkezhetett tovább János, és ő megalkotta és megteremtette ezt a hatalmas birodalmat, amiben ma már több mint 300 ember dolgozik. És én úgy érzem, hogy mindenki, mintha egy nagy család lenne. És ez a 30 év, ez arról szólt, hogy egy nagy család, akik együtt dolgoznak, egymásért dolgoznak, az emberekért, az ügyfelekért dolgoznak, és hát én köszönöm mindenki nevében azt, hogy ezt így megteremtették, és a mai napig ez így működik, és én biztos vagyok benne, hogy a főnök nagyon büszke a fiára, és talán a két fiú közül majd egyszer valaki, valamelyik őjük tovább viszi majd János munkáját. Hát nagyon jól éreztem magam, mind a 30 év alatt itt a cégnél. Köszönhet ez a Jánosnak, aki olyan emberséges és hihetetlen jó szándékú főnök, néha még kicsit a keze lágy is a dolgokhoz, viszont nagyon jól viszi az üzletet. Hát régen koaxot húztunk földbe fektetve simán, most pedig minden védőcsőbe, optikai kábellel, a berendezések régen egy kis szekrénybe elfértek a fejállomási egységek, most már egy külön klimatizált 150 négyzetméteres épületbe, vagy helységbe fér be az a komoly berendezés, ami sok millió forint. A TAR Kft. Története azonban régebbre nyúlik vissza. Ugyanis édesapám ezt 1978-ban kezdte el, ezt az egész távközlést, hogy így fogalmazzak. Különböző elődintézményei működését követően 1990-ben nyerte ezt a végleges formáját a cég. Emlékezett meg a kezdetekről TAR János, aki szinte gyerekként kapcsolódott bele a cég életébe. Én jó magam, ugye gyerekkorom óta ebben nevelődtem föl, és hát nagyon jó érzés így visszagondolni, és hát amit készítettünk egy emlékfilmet is az egészről, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól elmondja azt, hogy mi volt az elején, és hogy is kezdtük, és mennyi nehézség volt. Azt gondolom, hogy az édesapámnak köszönhető az eleje, és őnek köszönhető az, hogy egyáltalán ez a cég elindult annak idején. Én azt gondolom, hogy megpróbáltam átvenni abban azokban a szörnyű pillanatokban, de ez azt hiszem, hogy elég jól sikerült, és talán ahova eljutottunk ide ma, azt álmomra se gondoltam volna, és szerintem ő se gondolná most odafent. Hát számokban több mint 120 ezer tévés ügyfele, 100 ezer internetes ügyfelet, 50 ezer telefonos ügyfelet, több mint 5 ezer mobilos ügyfelet szolgálunk már ki, illetve rengeteg közületi ügyfelet, köztük a magyar államot is kiszolgáljuk különböző üzleti végpontokkal. A jövő már elkezdődött, mondja TAR János, hiszen olyan beruházások indultak el, mely az elkövetkezőkben a szolgáltatás színvonalának emelését szolgálja majd. Most is a hálózatunk több mint 4 ezer kilométer optikából áll, és azt gondolom, hogy ezen a területen az 1 négyzetkilométerre jutó optikai szálkilométer az ilyen magas az országban. Az átlagnál magasabb, azt kell, hogy mondjam. És hát mi ezt szeretnénk továbbfejleszteni, most például ezt a következő két évben mindegy 650 kilométerre szeretnénk bővíteni. Ez persze lefedő hálózatot is jelent, meg összekötő hálózatokat is. Tehát megyünk az optika felé, több mint 10 000 végpontot az idén is építünk át.
A távközlés az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, így az az egyik kihívás, hogy a modernizációval lépést kell tudni tartani, mondja Tar János. Akkor lennék elégedett, ha 40 éves évfordulón arról számolhatnék be, hogy egy teljes optikai hálózatot tudunk üzemeltetni, és ezt tudnánk megfelelően hasznosítani.